Hetedik alkalommal tartott Kocsis Sándor plébános adorációt, azaz szentmisét a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnáziumban november 12-én. A héten Szent Márton ünnepe volt, ezért a pap rövid animációs filmmel készült a diákoknak, ami a pannonhalmi főapátság védőszentjéről, Szent Márton életéről szólt. Kocsis Sándor a lelki nap keretében elmesélt a diákoknak egy történetet az 1700 évvel ezelőtt született első szentként tisztelt, nem vértanú hitvalló, segítőkészségéről és jóindulatáról. Szent Márton ugyanis egy téli este éppen kilépett Amiens kapuján, amikor egy nélkülöző koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki és vertek meg. Saját köpenyét kardjával kettévágta, egyik felét a koldus vállára borította. Álmában Jézus jelent meg a koldusnak adott köpenydarabban. A plébános szerint a szent életpéldája ma a szegénységgel szembesülő világban aktuálisabb, mint valaha, és mindig a saját korunkban kell az evangéliumot valóra váltani. Kocsis Sándor arra próbálta ösztönözni a fiatalokat, hogyha tehetik, akkor a szeretetre, illetve az anyagilag rászoruló embertársaikon segítsenek. A keresztény világ legismertebb imádsága után Gál András, a Bocska István Katolikus Gimnázium igazgatója üdvözölte az Országos Mentőszolgálat Szerencsi Mentőállomás dolgozóit. A mentőállomás felújítása ugyan már befejeződött, de az intézmény a karácsony közelettével úgy érezte, hogy érdemes lenne gyűjtést szervezni, hogy amire nem jutott pénzt, azt egy kedves kis ajándék segítségével megvalósíthassák. Gál András ünnepélyes keretek között adta át Szűcs András mentőállomás vezetőnek az iskola által összegyűjtött pénzt, összesen 68.500 forintot.